Hagyomány Kaposváron, hogy a térség lófajtáját fogatokban bemutatják, ahogy az is, hogy a magyar hidegvérűnek tenyészszemlét rendeznek. A Kán egyetemi napokon sem volt ez másképp. A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület 15 tenyésztője, 20 tenyészmén és 16 tenyészkanca, illetve 10 szopós csikó szerepelt a kiállításon. A szemlén a szakmai bíráló a 2827-es törzskönyvi számú Kata nevű szürke színű magyar hidegvérű kancának ítélték a nagy díjat. Hál' Istennek ezek a hidegvérű lovak nagyon jó vérmérsékletűek. Most ezt a nagy hacacárét nem annyira tűri, ez nem megszokott neki a mindennapjaiban, hogy ilyen sok inger éri, ő egy nyugodt tanyán éli a mindennapjait, és ott a családunk kedvence, a Kata. Mi minden teendője van vele? Nekem csak a versenyeken van vele teendőm, én a felkészítésben veszek részt, a mindennapokat nem tudom csinálni az én munkám mellett. A mindennapokat a párom Ferenc csinálja, ő látja reggeltől estig őket, etetik, gondozza, és figyeli, hogy minden rendben legyen, az egészségi állapotukat is. Arra kérem, hogy még arról beszéljen, hogy Kata, mi az, amit tudnunk kell róla? Kata bőszénfái tenyészetből származik, mi régóta szemezgetünk vele, és az idei nyáron sikerült megvásárolnunk. És ő a harmadik hidegvérű kancán, két fiatalabb van, Kata már 11 éves, nagyon kiemelkedő vérvonallal rendelkezik, és jelenleg is vemhes, várjuk a csikóját, és a testformája kiemelkedően szépen mutatja a hidegvérűnek a fajta jellegeit, és nagy-nagy öröm volt nekünk, hogy amikor összevetették az első helyezett ménnel, akkor is a Kata került ki győztesen. Őshonos állatfajoknál, fajtáknál az elsődleges tenyész cél mindig a genetikai állomány megőrzése, de számos más cél is lehet. Ezekről a MÁSZ tenyésztési nagydíját elnyert egyesület vezetőjét kérdeztük. Összességében a magyar hidegvérű fajta tulajdonképpen munkalónak lett kitenyésztve, fő hasznosítása az izom munkájából ered, ennek részéről főleg erdőgazdaságban, szálló erdészetekben, legelő és gyepgazdálkodásban kapnak fő szerepet, az mellett vadászatban és szabadidő hasznos eltöltésében kap szerepet a magyar hidegvérű ló, és ennek részéül célunk az, hogy a mén vonalak megőrzése mellett a kancacsaládokat is meg tudjuk őrizni, és ennek függvényében tenyésztőinkkel együtt fel tudjuk karolni és tovább tudjuk adni a fiatalabb generációnak. Ahogy én hallottam itt a tenyész szemlén, azért mondjuk például lábproblémákkal még küzdenek a lovaink. Gondolom, hogy az is cél, hogy e fajta problémákat is kivezessünk. Abszolút, vannak erre való törekvéseink is, erősebb szelekció használatában, és ezek a küllemi hibák kiküszöbölésében, hogy minél tökéletesebb is a fajta standardjének megfelelő tenyész anyag előállítása legyen. Thank you.